Ügydöntő népszavazást tartana az uniós tagságról a Mi Hazánk. A párt szerint Magyarország az unió nettó ráfizetője, és fel kell készülnie a tagság utáni életre. Vendégünk Novák Előd. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez az ügydöntő népszavazás, mint ötlet. Ez mennyire függ össze azzal, hogy a Jobbik meg beadott egy olyan elképzelésről szóló népszavazási kezdeményezést a választási bizottsághoz, amelyik meg arról szólna éppen, hogy maradjunk mindenképpen az Unióban, és a parlamentnek ne is legyen lehetősége erről tárgyalni. Aktualitását adja ez a mostani téma annak a régi felvetésünknek, amit a Mi Hazánk mozgalom alakulása óta, 2018 óta szorgalmaz, hogy ügydöntő, érdemi népszavazás legyen, tehát nem valamiféle politikai, szerintem öncélú pótcselekvés, hanem érdemi döntést hozhassanak a magyar választók. Ha már a balhét elvitették a magyar néppel a belépés kapcsán, én azt gondolom, hogy egy meglehetősen egyoldalú propaganda. De akkor után volt egy ügydöntő népszavazás, a magyar nép azt mondta, hogy igen. Akkor lehessen most is már a tapasztalat nyomán érdemi döntést hozni, hiszen korábban ígéretek alapján, egyoldalú propaganda alapján döntöttek. Most viszont 18 év elteltével az EU csatlakozásunk mérlegét meg kellene vonni, elsősorban az anyagi mérlegét. Az elvi kérdés ugye talán úgy hangzik, hogy tagok legyünk vagy szabadok, hiszen számos tekintetben önrendelkezésünket csorbítva, belügyeinkbe beavatkozik az Európai Unió, gyarmatosít minket, nem lehet mindent forintosítani, de a kormányzatnak egyértelmű felelőssége van abban, hogy nem hozott egyértelmű számokat, miközben a Mi Hazánk mozgalom azt mondja, hogy nettó... Mire nem hozott számokat? Hát arra, hogy nettó ráfizetők vagyunk, azt elvi alapon mondhatjuk, de nem látjuk azt, hogy pontosan, csak becsléseket látunk, ugye, hogy a GDP 4%-a körül van az az uniós támogatás, amit kapunk. Eközben a GDP 7%-a körüli pénzt visznek ki a multinacionális cégek Magyarországról. Amely multinacionális cégek munkát adnak az embereknek. Természetesen, de azért a bérek korán sem közelítik mondjuk a nyugat-európai anyacégnél lévő béreket. Még ha ugyanazt a kormány, hogy azért jönnek ide? Hát ugyanazt a munkát végzik el, nem ugyanolyan munkakörülmények mellett, és nem ugyanazért a bérért, miközben az árak kiegyenlítődtek a bérek korán sem, tehát ezzel lehetne foglalkozni, de nem ezzel foglalkoznak. Ezért a Mi Hazánk mozgalom... Ez sok dolog, amit mond egyszerre. Na, tényleg, összetett kérdés. Igen, muszáj megállítanom. Tehát ha azt mondja, hogy az egy jó logika lenne, hogy a magyar kormány tegyen azért nagyon komoly lépéseket, hogy ne legyen ekkora a bérek közötti különbség, hogyha valaki Ausztriában, Szlovákiában akár, vagy Magyarországon dolgozik, ugyanolyan cég, ugyanannál a cégnél, ugyanolyan munkakörben. Azt mondom, hogy igen, de ezzel nem kell kilépni az Unióból, sőt. Hát ezt lehet mondani, évek óta, évtizedek óta az megy, hogy majd megreformáljuk az Uniót, lehet ebbe hinni és nem hinni, ez egy hitvita, én személy szerint nem hiszek, én azt mondom, hogy inkább az Unió a végnapjait éli, szerintem az Unió utáni életre kell felkészülni. De hát az Unió végnapjait éli, maradjunk benne, aztán úgyis kimúlik. Viszont a felelős politikai magatartás ilyen esetben az, hogyha forgatókönyveket készítünk, hogy mi lesz az Unió után, mert a Szovjetunió is egyik pillanatról a másikra megszűnt, és egy kicsit itt voltunk különböző tervek nélkül. Antal József azt mondta, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni, hát nem csináltunk, de rendszerváltás sem igazán volt, átmentették a hatalmukat. Tehát most azt gondolom, hogy nem volna jó a privatizációhoz hasonló káosz helyzet Magyarországon az Unió után. Egy válság helyzetben fel kell készülni, forgatókönyveket kell készíteni, a Mi Hazánk mozgalom tehát ezt szorgalmazza elsődlegesen. Volt élet az Unió előtt is, tehát kétoldalú gazdasági együttműködési megállapodásokat lehet kötni a jelenlegi tagállamokkal is, egyébként kilépés esetén is, vagy az Unió megszűnése után is természetesen. És nagyon fontosak számba venni azokat a lehetőségeket, mint például, hogy az oroszok elleni, de Magyarországot, a magyar mezőgazdaságot sújtó embargó nem vonatkozna ránk, hogyha nem lennénk az Unió tagjai. Ha csak mi magunk nem döntünk úgy, mint néhány az Unióhoz egyébként nem tartozó állam, hogy magára nézve is kötelezőnek tekinti. De hát ez egy öngyilkos politika, az amerikai érdekek kiszolgálása, amiben egyébként sajnos a magyar kormányzat is minden látszat szabadságharc ellenére partner. Az elmúlt években a magyar mezőgazdaságot sújtó embargó tekintetében abszolút támogatta a kormány azt, hogy Oroszországgal szemben látszólag papíron, kommunikációban függetlenként, de valójában mégiscsak az ukránok mellett kiállva az oroszokkal szemben szankciókat hozzunk. És most Orbán Viktornak is volt egy 10 pontos akcióterve, amiben fájóan olvastam megint a külföldi tőke beáramlásának növelését, miközben nem említette egy szóval sem a magyar mezőgazdaság megerősítését, a nemzeti önrendelkezés, a nemzeti önellátás témakörét egy szóval sem említette. Tehát a Mi Hazánk mozgalom konstruktív ellenzékként olyan küldetéssel bír a parlamentben, hogy ezeket a témákat megpróbálja a napirend részévé tenni, miként az uniós mérleg megvonását is. Hogy szól ez a kérdés, amit most feltennének a parlamentre a népszavazáson?
Hát jelenleg nem tudunk kérdést megfogalmazni sajnos, mert a Szájer-féle alaptörvény ezt tiltja az ügydöntő népszavazást, tehát akárhogy tekergetjük. Na de nyilván van egy elképzelésük, hogyha erről beszélgetünk. Érdemi kérdésként arról kellene dönteni, hogy tagjai maradjunk-e a jelenlegi keretek között az Európai Unióban. Nyilvánvalóan először, ahhoz, hogy egy kérdést megfogalmazzunk, először a mérleget kellene megvonni az elmúlt 18 évvel kapcsolatban. Ugye Thomas Piketty, a híres francia közgazdász kiszámolta például, hogy a multinacionális cégek az ő számításai szerint legalábbis több pénzt visznek ki Magyarországról, mint amennyi uniós támogatásként bejön. Tehát először ezeket szeretnénk tisztán látni, hogy kik a haszonélvezői a német cégek leginkább, mennyi jut ebből a magyar emberekhez, mire költhetjük ezeket, korrupciós csatornákon mennyi folyik el, ezeket szeretnénk számba venni. Ebben a témában mennyire bizonytalanítja el önöket az, hogy minden felmérést, legyen az nemzetközi vagy magyar, azt mutatja, hogy 70-80% közötti az Európai Unió Európai Uniós tagságunk támogatottsága a magyar társadalomban, az egyik legmagasabb az Unióban. Egyoldalú propagandát látunk csak, és minket nem tántorít el az, hogyha valami... Miért mondja, hát Brüsszel ez a kormány 10 éve. Minden rossz okozója Brüsszel. Az összes eddigi parlamenti párt egyoldalú propagandát folytatott a belépéskor is, azóta is. Az árnyoldalairól nem beszélnek az Európai Unió esetében, és mi elvszerű pártként nem azt nézzük, hogy mi az, ami éppen népszerű, és így csapongva épp akkor támogatjuk, vagy nem támogatjuk. Tehát ez a Jobbik útja volt. Elengedte a füle mellett. A kormány 2010 óta mindent Brüsszelre fog. Mindent. Akármi problémája van Brüsszel. Sokszor látjuk ezt, és most is az energiaválság kapcsán is ugye egy falat nem mondhatja, kellett, hogy támogatója a brüsszeli gondolatnak. Egy falat kenyér kellett a kormánynak tulajdonképpen ez az energiaválság, hogy kifarolhasson a saját korábbi működésképtelen gazdaságpolitikájából, és a brüsszeli bürokratákra foghassa például a rezsinövelést is most már. Ezzel teljesen egyetértek. Én pusztán azt szeretném leszögezni, hogy mindegy az, hogy jelenleg mekkora a támogatottsága egy kérdésnek, hogyha mi világnézeti elvi szakmai meggyőződésünk, programunk az diktálja, akkor azt föl fogjuk vállalni, akkor is az népszerűtlen. Nekünk az a feladatunk, hogy ha kell az ördög ügyvédjeként, felhívjuk a figyelmet azokra a problémákra is, amelyek az Európai Unióban fennállnak. Ezt más nem fogja megfogalmazni, akkor ezt nekünk kell, mert igenis egyoldalú propagandát látunk a pártok részéről, és az a politikai haszonszerzés, amivel most itt versengve Újhelyi István, Gyöngyösi Márton próbálja magára felhívni a figyelmet, ez egy köpönyegforgató politika. Hát a Jobbiknak nem csak az alapító nyilatkozatában állt az a mondat, hogy elfogadhatatlan számunkra az az uniós tagság, amely nemzeti függetlenségünk végzetes megcsonkításával jár, hanem Gyöngyösi Mártonnak még 2012-ben is egy olyan nyilatkozata volt például, hogy itt az utolsó esély, hogy az ország elhagyja a nemzeti szuverenitás felszámolását immáron nyíltan vállaló uniót. Ezek után most meg az élére áll az unió melletti küzdelemnek, napi szinten váltakozgatva mérik a közvéleménykutatásokat. Hát ők megváltoztak, önök meg nem. Azért nincsenek már a Jobbikban. Így van, viszont azt gondolom, hogy nekünk meg éppen ezért küldetésünk, hogy felhívjuk az árnyoldalaira a figyelmét, hogy felkészüljünk az unió megszűnése utáni életre, illetve érdemi döntést hozhassanak a magyar emberek, hogy így képzelik el azt az Európai Uniót. Egyébként hozzáteszem, hogy ennek a kérdésnek a felvetése nemzetközi szinten is a mindenkori magyar kormány tárgyalási pozícióit erősíti. Tehát, hogyha azt látja az Európai Unió, hogy a magyar társadalomban fokozódik az EU kritikusok támogatottsága, akkor ezzel nyilvánvalóan gesztusokat kell, hogy tegyen a magyar társadalom. Akkor most a kormány ellen lépnek fel, vagy a kormány támogatva? Magyarországot támogatjuk, mindig ezt nézzük, tehát nem zsigeri ellenzék vagyunk. A mindenkori magyar kormány érdekel szerintem az, hogy megkönnyítsük a tárgyalási pozícióit is azzal, hogy kemény kritikát fogalmazunk meg, és hogyha az Európai Unió tovább folytatja a Magyarországnak járó pénzek megvonását például, elvi ideológiai alapon néha azért ez esetben néha igaza van, azt gondolom a kormánynak, akkor igenis a magyar társadalomban fokozódni fog az EU kritikus pártok. Látja, ezt nem gondoltam végig, hogy ezt a kormány érdekében teszik, de most már ezt is értem. A magyar emberek érdekében. Köszönöm szépen. Én köszönöm.